Ez vagyok én, ezt a skint cosplayelem most. Becky a Rúka lány jelmezét varta meg, és öltötte magára a V4 eSport Fesztivál sajtótájékoztatójára. Itt éppen a League of Legends-el játszik a szomszéd fiúval. Magyarországon nagyjából 200-250 ezer embert érint az e-sport, azaz amikor videójátékosok egymással versenyeznek. Március végén ezért nemzetközi e-sport bajnokságot rendeznek Budapesten. A verseny a V4-es országok között zajlik majd, a torna teljes költségvetése pedig több mint 2 milliárd forintra jön ki, szponzori, illetve állami támogatásokból. A szervező egyesület elnöke azt szeretné, ha a videójátékokról kialakult sztereotípiák átformálódnának. A játékoknak ugyanis hatalmas közösség szervező ereje van Bíró Balázs szerint. Az átlag gamer pedig inkább a 30-as korosztályból kerül ki. A virtuál pszichológus a videójátékot egyfajta fájdalomcsillapítónak tekinti, ami menedéket nyújt és egyúttal fejleszti a memóriakapacitást és a reakcióidőt. A verseny egyébként március 23-ától 25-ig tart majd. Bíró Balázs már itt van a stúdióban, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Az 1 millióan a Magyar Esportért Egyesület elnöke. Jó reggelt. Mióta van ez az egyesület amúgy? Ez az egyesület, ez 2013 óta egy online mozgalomból alakult ki. Mi különböző közösségi média és webes platformokon szerveződtünk, és ez, ennek lett a jogi személyisége maga. Mert hogy ön is gondolom, akkor azon táborba tartozik, vagy tartozott, akik már sportol, nem feltétlenül csak fizikai valóságába tette ezt meg, hanem mondjuk a gép előtt. Igen, én magam is játszottam. Egy videójátékosból hogyan lesz e-sportoló, vagy hogy lehet ezt a különbséget elmagyarázni azoknak a nézőknek, akik még soha nem hallottak erről? Lényegében a videójáték sport, az e-sport, az egy feltörekvő új sportág, ami valahol a szellemi sportok és a különböző precíziós sportok és technikai sportok határán helyezkedik el, és egy olyan videójáték tevékenységből indul maga az, hogy valakiből e-sportolóvá válik. Uh-huh. Hogyha ez a tevékenység ez komolyodik, úgymond, tehát csapatokba szerveződő versenyeken indul az illető, akkor így juthat el arra a szintre, hogy ő egy versenyszerű videójátékos lesz. Miben érdemes elkezdeni, hogyha valaki e-sportba vágja bele a fejét? Én amikor kisgyerek voltam, neked ez nincs meg, de talán önnek igen, a TV foci az meg van. Amikor a TV... Mondj egy másik példázőr, az egyik foci. De nem tudom, mi volt annak a neve, akkor a kollégák segítsenek, amikor a TV-re rá kellett kötni egy ilyen nagy konzolt, uh-huh. és ilyen kis pálcikák voltak jobb-bal oldalon, és így ment a kis golyó. Uh-huh. És akkor ketten játszottuk, és vissza kellett ütni egymásnak. Nincs meg senkinek? Nem. Hát ez valami őse lehetett a mostani. Hát ez volt a legelső ilyen típusú játék egyébként emlékeim. Egyébként szerint. Milyen típusú sportok azok, amik videójátékban megjelennek? Tehát a foci ez egyértelmű, igen. De más? Nem csak a sportok, itt alapvetően az e-sportok azok nem csak a sportból szerveződő videójátékok, tehát nem csak a virtuális futball, vagy jégkorong, vagy uh-huh. kosárlabda játékok, hanem vannak úgynevezett ilyen akciójátékok, amit most is látunk uh-huh. akár, vagy vannak stratégiai alapú csapatjátékok. Inkább platformok szerint lehetne még besorolni ezeket a játékokat, tehát ami mondjuk mobilos eszközön zajlik, ahogy egyébként mi itt a V4 Future Sports Festival is olyan játékokat igyekeztünk beválogatni, amik legnépszerűbbek az adott platformokon, tehát a mobilokon, a konzoljátékokon, aminek mondjuk az elődje lehetett ez a pingpong-szerű játék, amiről itt szó volt, illetve a PC-s platformon. Balázs! Ugye ezt pontosan tudjuk mindannyian nagyon jól, hogy így is rengeteg kritika éri a mai fiatalokat, hogy számítógép előtt, kompjúter előtt, monitor előtt töltik a napjaik jelentős részét. Mi tud mondjuk az e-sport mellett szólni? Mert ugye abból most megint ez a következtetés vonható le, hogy aki e-sportolni kezd, az akkor nem a szabad levegőre megy, hanem belül megint egy szobába, aztán játszik ott a monitor előtt. Ez nem feltétlenül igaz, de maga a tevékenység valóban egy helyhez kötöttebb tevékenység így a sportok közül. Alapvetően szemkész koordinációs képességre, mentális képességekre, koncentrációra, figyelemre, probléma megoldó képessége, logikai gondolkodásra, ezekre kell gondolni leginkább, amik pozitív és olyan képességek, amik jó hatással vannak, úgymond, vagy ezeknek a fejlődésre jó hatással lehet az e-sport. Ugye, aki nincs benne nagyon
ugyanebben a világban, mint mondjuk én megdöbbentem, amikor azt olvastam, hogy az egy dolog, hogy már szurkoló táborok vannak a híres versenyzők mögött, de hogy ugyanúgy pszichológusok, edzők, elemzők készítik fel őket. Magyarország ebben hol tart? Tehát, hogy ugyanekkora réteg épül már az e-sport köré, vagy még fejlődnünk kell? Jó, hogy említi, valóban. Tehát ez is köthető egyébként a sportok világához, emiatt is köthető a sportok világához ez a versenyszerű videójáték, mert tényleg hasonló struktúrák vannak, mint a sport mögött, ugyanúgy csapatokban szerveződnek, szurkoló táborok alakulnak ki, akár pszichológus, sportpszichológus foglalkozik, e-sportpszichológus foglalkozik a csapatokkal. Magyarországon még nem tartunk ott, mint mondjuk Távol-Keleten, ahol ennek nagy központja van, vagy Észak-Amerikában. De pont az ilyen jellegű rendezvények is, mint a V4 Future Sports Festival, pont azt szolgálják, hogy felzárkozunk a világhoz. Na, ott ugye több kategóriában mérhetik majd össze a tudásukat a versenyzők. Miben leszünk egyébként mi magyarok valószínűleg a legjobbak? Foci? Ugye itt... Bízom benne, hogy foci. Egyéni e-sportokra is beszéltünk, mint például a FIFA játék, ugye ez egy virtuális futballjáték, én azt gondolom, hogy ebben... De az egyéni? Az egy egyéni játék. Hogy ott egy versenyző irányítja az egész csapatot? Egy-egyben valóban úgy játszanak a játékosok, hogy egy játékos irányít 11 embert a pályán, kvázi. Amit a csocsó, csak digitális formában. Hát de ott is ketten vagytok. Hogyha párosan játszottok. Egyedül szoktam játszani. Jó. És akkor ami meg többes, ott hányan vannak egy csapatban? Ott 5-5 a formátum, tehát 5 játékos van egy csapatban. Ez a League of Legends játék, illetve a Counter-Strike, ami egy akciójáték. Ezekben egyébként magában a Counter-Strike játékban ez a legnagyobb, úgymond a legnagyobb durranás ez a fesztivál. Itt tényleg olyan világsztárok jönnek el. Olyan csapatokat válogattunk ki, akik egyik oldalról kötődnek a régióhoz, amilyen játékosuk, vagy egy játékos, vagy több játékosuk magyar, lengyel, cseh vagy szlovák, illetve volt egy nyílt kvalifikációs időszak, amiben pedig a lengyel, cseh, szlovák, illetve a magyar csapatoknak a kvalifikációjával, illetve egy előselejtezőkön keresztül juthattak be a csapatok. Azt olvastuk, hogy ebben egyre nagyobb pénz van. Hol van itt ebben a pénz? Több téren is látható, hogy egyébként pénzt, illetve gazdasági háttér termelődik a videójátékok köré. Az egyik az természetesen a reklámozás és a szponzoráció. Tehát ugyanúgy megjelenik, mint egy rendes sport pontosan. Esetében. Ugyanígy egyébként a közvetítési jogok piaca, ugyanúgy játékoknak, a játékosoknak a jogai, úgymond a játékjogai is egy pénzbázis. Illetve a tavalyi évben a legfrissebb kutatások szerint leginkább befektetői pénz áramlott egyébként az e-sportba. Nagyon sok és amikor azt lehet olvasni, hogy mondjuk az MTK-nak, a Honvédnak vagy a Debrecennek is van már e-sport szakosztálya, ez teljesen ugyanolyan komolyan veszik ezek a csapatok, mint a, nem tudom, a kézilabda meg a foci csapatukat? Változó egyébként, hogy milyen szervezettségűek ezek az e-sport szakosztályok, de egyébként igen, hasonlóan, mint a hagyományos sportokban, ugyanúgy edzés épül köré, edzésterv épül köré, stratégia szerint haladnak a játékosok kitermelésénél, vagy adott esetben a játékosoknak az edzésénél. Akkor még egyszer mondjuk el, hogy március 23 és 25 között hol és hogyan lehet bejutni? Tehát március 23 és 25 között a BOK csarnokban lesz maga a fesztivál, lesz egy konferenciánk is, ez március 23-án lesz a Sofitel hotelben, és a v4futuresports.eu oldalon lehet regisztrálni, regisztráció mellett meggyorsítható a bejutás magára a rendezvényre, ugyanis ez egy díjmentes rendezvény. A helyszínen is lehet regisztrálni, de javaslom, hogy mindenki előre regisztrálni, hogy biztosítsa be a helyét. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget!